Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban szeretnék bemutatni egy karaktert a 2024-es olimpiáról, aki tökéletesen megjeleníti azt a problémát, amivel a társadalom küzd legalábbis egyikét azoknak a problémáknak. Ez pedig nem más, mint az, hogy igyekszünk annyira óvatosan kommunikálni és politikailag korrektek lenni, hogy közben elhallgatjuk az igazságot az emberek elől. És ez elkezdődik már az oktatásban, gyermekkorban azzal, hogy nem lehet fegyelmezni a gyereket, hogy nem lehet egyáltalán valamilyen formában a csalódást okozni, kritikát megfogalmazni, és hogyha így növekednek fel a generációk, akkor nem is csoda, hogy olyan komplett idióták lesznek belőlük, mint ez a hölgy Rachel Gunn, aki Ausztráliát képviselte a breaktánc kategóriában a 2024-es olimpián. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Meg fogom mutatni a produkciót, már hogyha lehet ezt egyáltalán produkciónak nevezni, ami egyértelműsíteni fogja azt, hogy időközben biztos voltak emberek, akik látták ennek a hölgynek a teljesítményét, mint hogy én is tudtam találni videókat erről, hogy korábban mit csinált. Azoknak egyszerűen csak meg kellett volna mondani, hogy nézd, ez nem a te sportod, valószínűleg egyik sem a te sportod, meg kell maradnod az egyetemen, ahol hozzá kell tennem, hogy professzor és breaktánc a tantárgy, amelyet tanít, illetve a tudományág, amit kutat. Szóval mikor arról van szó, hogy a nők megelőzik a férfiakat oktatásban, és most már ők tanultabbak lettek, meg nem tudom én mik lettek, persze, hogyha breaktánc kategória van, meg nőtudományok, meg feminista irodalom, akkor természetes, hogy tanultabbak lettek. Én azokban nem vagyok biztos, sőt, azon az állásponton vagyok, hogy ez mind hiába valóság, semmi értelme, és csak azt eredményezi, hogy olyanok lesznek az emberek, különösen a nők, mint amilyen Rachel Gunn. Mivel soha nem találja magát szembe az igazsággal, ő sem, meg lényegében senki, csak a férfiak, mert ők azok, akikkel szemben meg lehet fogalmazni bármilyen kritikát manapság, de nőkkel szemben nem, mivel nem találják magukat szembe soha kritikával, őszinte kritikával, ezért azt gondolják, hogy minden rendben van velük, miközben nincs minden rendben velük, legalább annyira nincs minden rendben velük, mint a férfiakkal, hanem jobban. Tökéletes példa a 2024-es olimpia arra, hogy mi történik az életben azokkal az emberekkel, akik hazugságban nőnek fel csak azért, mert a környezetükben mindenki igyekszik politikailag korrekt maradni. Az élet nem politikailag korrekt, ahol eredményeket keresnek, illetve az eredményeken alapszik az ember előrejutása, illetve attól függ, hogy mi az, amit letesz az asztalra, ott egyértelműen ki fog derülni majd mindenkiről, hogy mennyire intelligens, mennyire okos, mennyire erős, mennyire független, mint ahogy az történt Rachel Gunn esetében. 0 pontot kapott az olimpián, mégis internetes szenzáció lett az ausztrál breaktáncos, azért, mert egy idióta. Rachel Gunn megosztó teljesítményével kritikusokat és rajongókat is szerzett magának, és most akár milliókat is keresett, annyira erős brandé tette őt az olimpia. Pontosan erre gondolok, amikor azt mondom, hogy egy álomvilág az, amiben él az emberek többsége. Mikor azt halljuk a nőktől, hogy erős, független nő, és nincsen szüksége férfire, és el tudja magát tartani, ezért tudja eltartani magát, és ezért tudja azt mondani, hogy erős, független. Mert egy ilyen mesterséges világban, egy teljesítmény nélküli teljesítménnyel is valaki erős brand lehet, milliókat kereshet, és nemzetközi hírnévre tehet szert úgy, hogy tehetségtelen, és nincsen semmiféle teljesítmény amögött, ami az a brand. Nagyjából ez így van a munkaerőpiacon is. Hogy mi az oka ennek, az egyértelmű, én ezt már elmagyaráztam számos alkalommal. Az ellensége az, aki tönkre akarja tenni a világot, kezdve a családdal, és a családnak a magja egy erős családnak, amelyik szilárd lábakon áll, a férfi az alapja. Minden ő vele kezdődik, hogyha őt tönkre lehet tenni, mint ahogy azt látjuk a társadalomban, hogy sikeres, akkor onnantól kezdve a társadalom összeomlik, és ez kétségtelen, hogy ez történik körülöttünk. És hogy mi az értelme beszélni erről ennyit, az, hogy aki megérti ezt, és tudomásul vesz, és elfogadja, az tehet ez ellen legalább a saját környezetében, hogy ne úgy nevelje fel a következő generációt, vagy ne úgy viselkedje. Now I've got to congratulate you too on smashing the stereotype of a university professor as well at the same time. How do you combine the two? Yeah, it's interesting.
És ez azt eredményezi, hogy rengeteg ember, különösen úgy tűnik, hogy a hölgyek, egy olyan fajta álomvilágban élnek, ami leginkább valamilyen elmebetegre lehetne jellemző. Van egy hatalmas szakadék a valóság, és a között, ahogyan ők megélik a valóságot. Különösen a saját teljesítményüket, a saját eredményeiket, a saját erősségeiket és képességeiket érintően. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooautya.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo Autya Egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo Autya weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!